Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Pál apostol szavaival köszöntelek benneteket, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet. Nagy szeretetben köszöntelek benneteket itt Eislingenben, akik Krisztus Király vasárnapján összegyűltünk. De ezen a különleges szedmisén nem csupán Krisztus Királyról, az univerzum, a világ mindenség királyáról emlékezünk meg, hanem ugyanakkor a közösségnek védőszentjét, skóciai Szent Margit királynét köszöntjük. A mai ünnepi búcsús szentmise elmélkedésében megpróbáljuk majd közösen ünnepel szentünknek, Szent Margitnak életéből összegyűjteni azokat a gondolatokat, amelyek úgy vélhetjük bennünket is segítenek majd, mint erények mindennapi életünkben, feladatainkban. Egy közösség életében a templom búcsú, vagy a védőszentek megünneplése, közösség védőszentjének a megünneplése kiváló alkalom, és így ilyen értelemben a gondolat találkozik a mai ünnep Krisztus Király ünnepének egyik gondolatával is, hogy bizonyos értelemben számot vessünk, mi is az az út, amelyet most már magunk mögött tudunk, hogyan vagyunk mi együtt itt közösségként, mit is ad nekünk ez a közösség, miért fontos, miért jó, hogy én itt vagyok, ide tartozom. Éppen ezért azt kívánom elsősorban a kedves Eislingenieknek és azoknak, akik rendszeresen itt Eislingenben hónapról hónapra szentmiseinket látogatják, hogy a mai búcsú szentmise legyen a megerősítésnek áldott drága szent pillanata. Másrészt szeretetben köszöntöm azokat is, akik máshonnan, mondjam így, búcsús zarándok testvérként, vendégként érkeztek ide hozzánk. Kívánom, hogy az a fajta érzés, amely idehozott benneteket, szintén erősítsen, továbbá pedig, hogy a szentmisét követően is a közös együttlétben, az Agápéban újból abban a fajta szabadságban és jó érzésben ünnepelhessünk együtt, mint az elmúlt korábbi esztendőkben, még a pandémiát megelőző időszakra gondolok. Természetes, hogy a szentmisét elsősorban a hála és a köszönet szándékával, elsősorban ezért a közösségért, a közösségnek jelenlévő tagjaiért szeretném felajánlani, de ugyanakkor szeretetben gondolunk azokra is, akik valamilyen ok folytán, legyen az időskor, a betegség, a gyengeség, most távol vannak és nem tudnak velünk itt együtt ünnepelni. Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Irgalmas Istenünk, te skóciai Szent Margis szívébe igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. Közbenjárására add, hogy példája szerint éljünk, és bennünk a te jóságodat ismerjék föl az emberek. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és szeret bennünket a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Tudjátok-e, milyen az a bőjt, amelyet én kedvelek? Tört össze a jogtalan bilincseket, és old meg az iga köteleit. Bocsáss szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát. Oszd meg az éhezővel kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége gyűjt egybe téged. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol. Könyörgő szavadra így felel, íme itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jólakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod. És homályod déli verőfényre változik. Az Úr nyugalmat ad neked mindenkor. Fényességgel tölti be lelkedet, erőt önt csontjaidba. Olyan leszel, mint az öntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a kolosszaiekhez írt leveléből. Testvéreim, örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretet fia országában. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek,
az egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. Ez az Isten igéje. Alleluia, 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 alleluia. Jézus mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az utolsó vacsorán Jézus így tanított: amint engem szeret az Atya, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Parancsom az, szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom hát, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, először is azt szeretném mondani, hogy nagyon jó itt állni. Mert most, ahogy kihúzom magam és a tekintetem találkozik veletek, látlak benneteket, el kell, hogy mondjam, hogy nem is tudom, mikor gyűltünk össze ilyen szép számban itt Eislingenben, mint most körül lehet nézni, meg lehet fordulni. Igen, azt jelenti, hogy a lelketek mélyén nagyon vágytátok már, és vártátok mai búcsús ünnepünket. Ki az, aki erre a búcsú ünnepre hívott ma bennünket? Nem más, mint ennek a közösségnek védőszentje, patrónusa, skóciai Szent Margit királyné. Szent István királyunkkal kapcsolatosan a krónikák följegyezték, hogy nyitott volt István királyunk a menekültek és a zarándokok befogadására. Tudjátok, azért fontos a krónikák által feljegyzett mondat, mert ma bennünket, Szent István örököseit azzal vádolnak meg, hogy kitaszítóak vagyunk, hogy nem nyitjuk meg otthonunkat a menekültek
és a zarándokok előtt. Nem. Miközben naponta több mint 10 000 érkeznek most is Ukrajnából menekültek. Igen, mi az istváni örökséget tovább visszük a magunk életében. Ezért volt az, hogy István király korában ő befogadta az Angliából előző trónörököst és feleségét, mi több Pécsvárad környékén birtokot adott nekik. És az ő kislányuk a ma ünnepelt skóciai Szent Margit, akit, mert itt született Magyarországon, mi magyarok magyar szentként tisztelünk. 1047 és 57 között 10 esztendőt töltött Magyarországon, és ahogyan bölcs mondásunk tartja, az első 7 esztendő odahaza meghatározza egész életünket, nem volt ez másként ünnepel szentünkkel, Margittal sem. 1057-ben a szüleit visszahívják Angliába, és ekkor már a 10 esztendős kislány látja, amikor visszatérnek, akkor egy darás fészekbe kerülnek be, ahol mindenki mindenkivel harcol, ahol nem számít senki és semmi, csak a hatalom. Érzitek az áthallást? Ma is egy olyan világban élünk, amikor nem számít semmi és senki, csak a vélt, a valós, a megszerzett hatalom. 23 esztendős, amikor Skócia királyának felesége lesz, annak lesz a felesége, aki éppen arról volt híres, hogy harmad, negyed ízében is bosszút állt minden emberi sérelemért, amit a családja elszenvedett. A bosszúra bosszú volt a válasz. Az apjáért, az anyjáért, a testvéreiért, mindenkiért irgalmatlanul bosszút áll. És Margit? Mert talán még nem tudta megélni a saját maga akaratát, úgy volt vele, hogy semmi baj, majd ő ezt eléri egészen más formában, hiszen néhány esztendő alatt megszelídítette azt az embert, és ma a skótok feleségével, Margittal együtt a jótékonykodása miatt áldják. Mert hogy amúgy lelke mélyén egy nagyszerű ember volt a férje. De ott volt benne egy érzés, a bosszúnak, a gyűlöletnek az érzése, amelyet egymaga nem tudott levetkőzni. És ebben felesége Margit sietett segítségére. 8 gyermek is született. És el kell mondani, hogy rengeteget szenvedett Margit, megszenvedte népe pogányságát, elesettségét és nyomorúságát látva. És akkor érezte, mint igazi, mély keresztény lélek nem tehet egyebet, mint hogy nyomot hagy életével másokban, azzal, hogy elsősorban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolta. És ahol csak tudott, segített, főleg azzal, hogy megbocsátott, és a férjét is megtanította megbocsátani. Megbocsátott, és a férjét is megtanította megbocsátani. És ez azért annyira fontos, mert hogy mi is mindannyian, és mindjárt a Krisztus király ünnepéhez is hozzá fogok tenni egy-két gondolatot, vagy abból kölcsönzök egy-két gondolatot, hogy nagyon sokan élünk mi úgy emberek, hogy nagyon nehezen tudunk megbocsátani. Miért? Talán elsősorban azért, mert nem éreztük meg a magunk életében, hogy nekünk is mennyi mindent megbocsátottak már. És éppen ezért fel is mentjük magunkat, hogy nekem nem kell gyakorolnom a megbocsátást. Másrészt azért nem tudunk megbocsátani, gyakorta, mert hogy még senki sem tanított meg bennünket a megbocsátásra. A megbocsátás benne az Isten irgalom felfedezése,
nem is annyira egyszerű. De egyszer sikerül erre az útra rálépnünk, alig ha lehetünk mi ettől boldogabbak. Ilyen értelemben védőszentünkre történő emlékezés egyfajta reményt is kölcsönöz mindannyiunknak. És akkor újból egy aktuális gondolatot hoztam ide nektek. Hisszük vagy nem, de meggyőződésem. Európának a jövője azon fordul majd meg, hogy a családokban az édesanyák és a feleségek milyenek, hogy megmaradnak-e családjaink kereszténynek, hogy keresztény családjainkban sikerül-e gyakorolni az irgalmat, a megbocsátást, a szeretetet. Ezért van szükség választott védő szentjeink, példaképeink megcsodálásán túl az ő követésükre is. Kívánom, hogy ünnepel szentünknek példája, Szent Margitnak példája, segítsen mindannyiunkat, akik még nagy harcban vagyunk, a megbékéléssel, az elfogadással, az irgalom gyakorlásával, egy szóval, a megbocsátással. Krisztus király ünnepe is van, és az evangéliumban hallottuk a csodálatos Jézusi tanítást, amely voltaképpen az Úr Jézus búcsú beszédének egy részlete, amikor elköszön az ő apostolaitól és tanítványaitól. Nem azt mondja, hogy jegyezzétek meg minden szavamat. Nem azt mondja, hogy ne feledkezzetek el a csodákról, amelyeket ti magatok is megéltetek és láthattatok, részesei voltatok. Egyetlen egy dolgot kér tőlük. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ahogy én szeretlek benneteket, ti is úgy szeressétek egymást. És most arra kérlek benneteket, hogy emeljétek tekinteteteket a keresztre. Ma, Krisztus király vasárnapján azt az evangéliumi részt olvastuk fel templomainkban, így volt ez a tegnap Heidenheimban, ma délelőtt Ludwigsburgban és Stuttgartban, amikor is az Úr Jézust keresztre feszítik, és jobbján és balján ott van két gonosztevő. A ballator és a jobblator. Mi a közös a három embernek sorsában? Úgyhogy mindannyiukat halálra ítélik. Az Úr Jézust úgy, hogy semmit sem tett. Koholt vádak alapján. És ott van mellette két emberi sors, ebben közösek ők, akiket szintén halálra ítélnek. Nagyon érdekes, a három személynek, az Isten embernek, Jézus Krisztusnak magatartása, utolsó szavai. Atyám, kezedbe helyezem sorsomat, életemet. És aztán ott van a ballator, aki nem tud megbékélni, még mindig hordozza lelkében a sérelmeket, a fájdalmakat, és felkiált az utolsó pillanatban is. Ha te vagy a Messiás, szabadíts meg magadat és bennünket is, és hiszünk neked. És a másik feddi, hát mi vétkeink jogos büntetését veszünk, de ő semmit sem tett. Majd Jézushoz fordítja a tekintet, és azt mondja, emlékezzél meg rólam, amikor eljutsz a te országodba. Három különböző emberi sors. És a három különböző emberi sorsból a két gonosztevőnek sorsát végső döntését szeretnénk kiemelni. És itt fog találkozni gondolatunk ünnepel szentünknek, skóciai Szent Margitnak élet történetével vagy példájával is. Az egyik végig csak a lázadásnak, az ellenszegülésnek az útját választja, és ebbe belepusztul, mert nem tudja tekintetét Jézusra emelni. Nem tud irgalomért és megbocsátásért esdeni, mert talán senki sem tanította meg őt. De ott van a másik, aki él az utolsó pillanat kínálta lehetőséggel, Jézus felé emeli tekintetét, és azt mondja, Mester,
ha elérkezel a te országodból, emlékezzél meg rólam. És elhangzik Jézus gyönyörű válasza, még ma velem leszel a paradicsomban. Boros László jezsuita teológusnak van egy elmélete, az Endenscheidung hipotéze, a végső döntés hipotézise, ez nem egy teológiai igazság, de benne megtalálhatjuk azt a fajta reményt, amelyre nekünk is mindig szükségünk van az életünkben. A Jóisten szeretetéből élünk, neki köszönhetjük létünket, és ez egy csodálatos ajándék számunkra, kegyelem. És a tény az, hogy életünk során nagyon sokszor eleshetünk, hibázhatunk, talán rossz szokások kerítenek hatalmukba bennünket, és nem is nagyon tudunk szabadulni ezeknek szorító béklyójából, de nagyon sokszor ott van a lehetőség életünkben, hogy az Úr Jézusra emeljük tekintetünket, és kérjük az irgalmat, kérjük a megbocsátást, kérjük az ő szeretetét. Boros László azt mondja, ilyen az ember élete, mi minden nap döntések sorozatát hozzuk meg, különféle formában, és éppen ezért vannak jó döntéseink, és vannak rossz döntéseink. A lényeg az, hogy olyan döntéseket hozzunk meg mindig a magunk életében, amelyek majd elvezetnek ehhez a nagy, végső döntéshez, amit mi a halált követően örök életnek, mennyországnak nevezünk. Minden ember életében ott vannak az alapvető nagy kérdések, hogy mi az én emberi cselekedeteimnek az értéke. Ha ünnepel szentünkre, skóciai Szent Margitra tekintünk, hogyan hagyott ő nyomot férjének életében? Személyes, jó példájával. Azzal, hogy el tudta fogadni férjét olyannak, amilyen nem törődött bele abba, hogy ilyen a férje, de el tudta fogadni, és lassan, türelemmel, szépen, csendben férjét szinte észrevétlenül átalakította. És férjében megtörtént a változás. Csúnya beszédéről, bosszújáról sikerült őt leszoktatni, átnevelte őt. Mi mindannyian nyomot hagyunk emberek életében. És az az igazán alapvető nagy kérdés, hogy milyenek azok a úgynevezett lábnyomok, amelyeket én is mások életében hagyhatok, hagyok. Ismételten újból és újból önvizsgálat tárgyává kell tennem a magam életét. Hogyan vagyok jelen én embertestvéreim életében? Hogyan élek? Mert hogy azon túlmenően egy másik kérdése is választ keresek, a magam emberi életének értelmét fürkészem és kutatom. És emberként, keresztény hívő emberként vallom, az én küldetésem, az én feladatom, hogy tanúságot tegyek Isten jelenlétéről a magam és a világ életében. Erre vállalkozom. Ez az én keresztény küldetésem, hivatásom. A másik nagy feladatom emberként, hogy mert közösségben élek, odafigyelek embertestvéreimre. És ez elsősorban bennem vált ki tiszteletet embertestvéreim iránt, másrészt pedig, ha megvan bennem ez a fajta készség, az odafigyelésnek nagy készsége, akkor nyilvánvaló, hogy az is majd a másikból egy egészséges választ, reakciót fog kiváltani. A tiszteletet nem lehet kierőszakolni, nem lehet parancsolni, a tiszteletet ki kell érdemelni kölcsönösen. A másik nagy feladatunk, hogy reményt hozzunk ebbe a világba. És ezt nekem el kell hinnem, hinnem kell magamban, hogy az az én küldetésem, hogy egy világban, éppen ott, ahol élek, a remény hangján tudjak jelen lenni, megszólalni. És ez mindannyiunk nagy kincse, nagy lehetősége is. Amikor a mosoly pápáját, 23. János pápát megkérdezték, hogy mit kér számára minden nap, és azt mondta, egy kicsi humort,
egy kicsi mosolyt. Olyan jó, amikor emberek találkoznak, és nem félnek ettől a találkozástól, várják ezt a találkozást. Mert miközben reményt adnak, reményt is kapnak. Miközben örömet osztanak, örömet is kapnak. Valahogy így képzelem el most én is a mi találkozásunkat itt, a legszentebb áldozatban, az Eucharisztia ünnepében, hogy megajándékozzuk egymást kölcsönösen, reménnyel, örömmel, keresztény derűvel, mosollyal. Az én emberi küldetésem ugyanaz, mint ünnepel szentünknek, Szent Margitnak küldetése, az irgalmasság testi, lelki cselekedeteinek a gyakorlása. Délelőtti emlékezésemmel is elmondtam, minden ember ajándékokat kap, karizmákat, adományoknak nevezzük ezeket. Német nyelvben az adomány a gáve. Miért kapjuk? Azért, hogy használjuk. Azért, hogy azzá legyek, akivé lennem kell. Ez az önmegvalósításnak útja, ez a keresztény élethivatás, vagy feladat. Feladat. Németül Aufgabe. Kapom az ajándékokat, hogy teljesíthessem küldetésemet. Amennyiben a keresztény ember teljesíti feladatát, és meghozza a végső döntéshez mindennapjaiban az elődöntéseket, azok segítenek majd a nagy döntés meghozatalában. És amennyiben ezek az elődöntések nem születnek meg bennünk, úgy nem lesz erőnk a nagy pillanatban Istenünk mellett dönteni. Úgy járunk meg, mint a gonosztevő ott az Úr Jézus balján. A mennyország ugyancsak Boros László szerint fenn van, de ez nem a térről, a helyről szól, hanem az értékről. Vagyis a mennyország fenn van, minden más dolog fölött van. Hová fogok eljutni földi életemet követően? A mennyországba, oda, ahová ünnepel szentünk, skóciai Szent Margit is eljutott. És ez nem hely, ez érték, választás és vállalás. Az a hely, ahol Isten jelen van, az ő tiszta valóságában, és ez a mennyország. És a mennyország ott valósul meg, ahol az ember a halálban Krisztus mellett teszi le a döntését. A pokol pedig annak kínzó tudata, és az a fajta felismerés, hogy választhattam volna jót, de nem választottam. Hogy tehettem volna jót, de elmulasztottam megtenni. Lett volna alkalmam kijavítani hibáimat, és mégsem tettem. Aki Krisztus mellett dönt, a mindennapokban, ugyanúgy, mint skóciai Szent Margit, joggal reménykedhet abban, hogy jutalma ugyanaz lesz. A vég nélküli örök boldogság. De addig tudod, nagyon sok harcot kell magadban megvívnod. Megbocsátás, irgalom, elfogadás. Harcok, amelyek közelebb segítenek majd ahhoz, hogy mindennapjaimban örömben és felszabadultan gyakorolni tudjam az irgalmasság testi, lelki cselekedetei. Amen. Örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben.
Testvéreim, egy szívvel, lélekkel kérjük mennyei atyánkat, hogy legyen minden szent hajlék az ő kegyelmének forrása, ahonnét áldást merít az ő szent népe. Imádkozzunk Ferenc pápáért, püspökeinkért és papjainkért, tarts meg kegyelmedben egyházmegyénket és egyházközségeinket. Kérünk téged, imádkozzunk hazánkért, egész népünkért és azokért, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják. Adj nekik, Urunk, jó szándékot és bölcsességet, minket pedig segíts boldogulásunkban. Kérünk téged, hallgass meg. Imádkozzunk mindazokért, akik adományaikkal és munkájukkal áldozatot hoznak templomainkért. Nagy lelkűségükért jutalmazd meg őket, Urunk, bőkezően. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a jelenlévő vendégekért, zarándokokért és egyházközségünk minden tagjáért. Lakjék szívünkben szeretet, és vigyék haza otthonukba a békesség, a boldogság, a tisztelettudás és a becsület kincseit. Imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, az öregekért, a betegekért és a szomorkodókért. Nyerjetek erőt, oltalmat, gyógyulást és vigasztalást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért is. Legyen osztályrészük az örök boldogság és a dicsőség feltámadása. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, figyelj irgalmasan családod könyörgésére. Ezen a szent napon egész szívvel újra átadjuk magunkat szolgálatodra. Segíts és oltalmazz, hogy elteljünk áldásod bőségével, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk együtt, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjei példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek!
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztus, az öröm olajával, örök főpappás, a mindenség királyává kented, hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul fölajánlja önmagát, és véghez vigye az emberek megváltásának szent művét. És miután hatalma alá vetett minden teremtményt, az örök és egyetemes országát mérhetetlen fölségednek átadja, az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszál zengjük, és egy szívvel énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutassunk be néked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vett a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Thank you.
ő általam, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk együtt úgy, ahogyan üdvözítőnk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőkre. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, add meg a teljes egységet, kérsz és szerez bennünket most és mindörökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke és a kiengesztelődés jelével. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Thank you.
Könyörögjünk. Üdvösség szerző szentségeddel tápláltál minket, Istenünk, kérve kérünk, hogy mi, aki skóciai Szent Margitot a szeretetben követni igyekszünk, egykor dicsőségében is részesedjünk Krisztus, a mi Urunk által. Nagy örömben mondom, hogy most a szentmise végeztével a közösségi teremben találkozhatunk, igaz? Nem úgy, mint a pandémiát megelőző időben, sajnos úgy, olyan formában most nem tudunk benneteket fogadni, de nagyon finom süteményekkel, italokkal készültünk. Tovább folytatjuk azt, amit itt elkezdtünk ennél a fehér ünnepi asztalnál. Legfontosabb az, hogy még továbbra is együtt lehetünk. Ilyen értelemben hálásak vagyunk a német közösségnek, a helyi egyházközségnek, hogy így, ilyen formában is rendelkezésünkre bocsátották a közösségi termet. Engedjétek meg, hogy megköszönjem mindazoknak áldozatos és háttér munkáját, akik egész esztendőn keresztül nagyon sokat fáradoztak, szorgoskodtak azért, hogy itt hónapról hónapra, amikor arra lehetőségünk kínálkozott, találkozhassunk. Most szeretném megköszönni azt a fajta megértést és türelmet, ami miatt a tavasz folyamán két alkalommal is itt a havi rendszeres szentmisénk elmaradt, itt április és május hónapokra gondolok. Köszönöm tehát a legátusoknak a szolgálatát, Krisztinának a rendszeres szolgálatát, aki mindig itt a templomot előkészíti számunkra. Nagyszerű érzés az úgy ide érkezni, hogy minden klappol, minden a helyén van, rendben van. Hasonlóképpen nagyon szépen köszönöm az orgona kíséretet, az orgona játékot és az éneket, azt a fajta lelkes éneket, amelyet biztosítok számunkra. Anyikának mindenképpen egy nagyon nagy köszönet és egy nagyon nagy taps jár, akár a mai szolgálatért is. Tehát már csak természetes, hogy amikor Laci is itt van velünk, akkor sokkal biztonságosabban énekünk, nagyobb tudővel, nagyobb szívvel, nagyobb lélekkel. Azt nagyon szépen köszönjük számotokra is azt, hogy az éneklésben is segítségünkre vagytok és vezettek bennünket. Ha jól tudom, még a közösségünk december elején találkozik, ugye? December 10-én, jól mondom? De itt van egy szombati napról szó. Az 10-e, igen. Meg lesz, ugye? Meg lesz. De majd bent a közösségi teremben fogunk találkozni. Ugye én azzal, hogy most jelen pillanatban 14 közösséget látok el, nem juthatok el mindenhová, és örömmel vettem a kezdeményezést, hogy december hónapban majd itt össze fogtok gyűlni adventi közös imádságra. Meglátom, hogy nekem mennyire fér bele az időmbe, hogy valamikor tudok-e hozzátok csatlakozni, vagy sem. De mindenképpen december 18-án, azaz advent 4. vasárnapján, délután 3:30-kor itt találkozunk, és majd az Agapénál bent meg fogjuk beszélni, hogy esetleg egy másik alkalommal is, december 27-én, akkor tudok ide hozzátok eljönni a karácsonyi ünnepkörben, jöjjek vagy nem, de azt meg fogjuk külön szépen beszélni. A kiáratnál majd lehet kapni naptárakat, a fali naptárat, a kincses kalendáriumot, illetve a tegnap megérkeztek a Csaba testvér számára vagy Árvai számára készített kis naptárak. Ezeket is lehet majd vinni, fogjátok látni az árait ezeknek a kiadványainknak. És még egyébben is gondolkodunk, az majd a következő alkalomra fog elkészülni. Mindenkinek áldott további baráti együttlétet kívánok, azok, akik ebben az esztendőben évnapjuk, a születésnapjukat ünneplik, vagy valamilyen más családi eseményt, a Jóisten éltessen és tartson meg erőben, szeretetben. Ugye tegnap Erzsébet nap volt, tegnap volt? Összetéveztem a napokat, igen. Vagy pedig ugye van közösségünkben, akinek születésnapja volt, iszuk a Jóisten éltessen, de még megköszöntünk bent az Agapé alkalmával benneteket. Fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen bennünket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szentmise véget ért, éljünk békében.